Reggel van. A rövid utcai átmeneti hajléktalan szállóról lassan szállingoznak az utcára az itt lakók. Ma azt gondolom, hogy itt jó, mert úgy itt lehet főzni, mosni minden jó. Ez a hagyag itt van, minden rossz. Nem? Nem? És akkor hol lesz egész nap? Én leszek a busz meg alóba egész nap. És valami forró tea vagy leves? Áritobbáznak. Novemberben nyitott az éjjeli menedékhely, nincs elfoglalva a 20 férőhely, de az igazi téli zimankó még várat magára, mondja a szálló gondnoka. Megtelt az idén a hajléktalan szálló? 80%-ra megtelt, úgyhogy annyira ki van terhelve. Uh-huh. Jó, ez mit jelent? Hát, jó. Ott van itt 5 nő, körülbelül 10 férfi szok lenni, úgyhogy 15-en vannak, azt 20 hely van. Uh-huh. Úgyhogy 80%-ra ki van ízelve, terhelve az egész. Uh-huh. Rozsnyóiak vagy Rozsnyó és környékiek? Rozsnyóiak. Többnyire Rozsnyóiak. Ritkán bejön Rozsnyó környéki valaki. Milyen a napi rend? Hogy változott-e az elmúlt évekhez képest, vagy ugyanaz? Hát a napi rend 6 órára jönnek be, uh-huh. annyi az egész. 10 órakor csináljuk a vecsérkot, reggel 6:30-kor kelünk, 8-ig itt lehetnek. Van ahogy takarójuk. Minden higiéna, mosópor, moshatnak egyszer egy hétbe, zuhanyozhatnak minden nap, úgyhogy megvan mindenük. Uh-huh. És mit tud ezekről az emberekről? Megismerkedett már velük? Megismerkedtem, meg majd őket ismerem pár éve. Uh-huh. Valamelyikükkel nyőtem, úgyhogy hogy ismerem jól őket. Uh-huh. Muszáj volt nekik ide jutniuk? Ilyen körülmények közé? Mit mondtál? Hát mit én tudom, mit mondjak én erre? Mindenkinek a sorsa, vagy én nem tudom, hogy ott van ez. Hogy kerül az ember az utcára, nehéz megmondani. Valamelyik tehet róla, valamelyik nem. Novembertől áprilisig tart nyitva az éjjeli menedékhely. Havi fenntartási költsége 1000 euró. Ugyanaz állam kötelezővé tette a nagyobb települések számára, hogy hajléktalan szállót működtessen, de költségeihez már nem járul hozzá. Ilyen 6000 euróba kerül az önkormányzatnak az 5 hónapi fenntartás. Igen. Benne van az alkalmazottaknak a fizetés. Igen, a fizetés is benne van, az energia, tisztítószerek, fűtés, víz, minden komplett. Városban emelkedett a hajléktalanoknak a száma. Miért nem jönnek be a hajléktalan szállóra? Vannak sokan, akik szégyellik a helyzetüket, amilyenbe kerültek, aztán sokan alkohol miatt nem akarnak bejönni, mert vannak szabályok, amiket be kell tartani, úgyhogy nem szabad alkoholt inni. Uh-huh. Úgyhogy főleg emiatt nem akarnak bejönni. Az átmeneti szállásról sokan a Rozsnyói Katolikus Egyházmegye segítő szolgálata által üzemeltetett, egésznapos melegedőbe mennek. Itt kapnak meleg teát és levest is 10 centért. Az egyházmegye segítő szolgálata 3 éve bővítette szolgáltatásait. Az idén már 240-en kértek segítséget a központtól. Jelenleg 6 hajléktalannak biztosít egésznapos szállást. Egy börtönből szabadult hajléktalan fiatalember is itt talált menedéket. 10 évet töltött a rácsok mögött. A segítőközpont egyik munkatársa pedig régebben alkohol problémák miatt került bajba. Ám az egyházban támogatást talált, így most ő segít a bajba jutottakon. Si myslím, Maja potrebuje veľmi pevnú vodu na to, aby dokázal abstinovať, teda ten alkoholik, to je veľká pravda. Ale človek sa môže oprieť aj o ľudí, teda ak má sa okolo oprieť, podľa mňa to je tiež jedna veľká pravda ako takto. No a tým pádom, že ja som osobne veriaci, tak viera mi dáva veľmi veľa, že sa môžeme oprieť aj o tú Božú pomoc. Myslím si, že Božie slovo ako evanjelium veľa hovorí, že Kristus nám chce pomôcť ako takto. No akože ja stále hovorím, že kde môže spoznať človek Krista, tak z Božieho slova alebo cez ľudí spoznáva, hej, že cez tú Božú pomoc, cez tú charitatívnu činnosť alebo nejako takto, cez prírodu a nejako. Môže. A segítőközpontban lakó hajléktalanoknak konyha és zuhanyozó is rendelkezésükre áll.
fával fűtenek, így a favágás télen ők biztosítják. A segítőszolgálat kimutatása szerint emelkedett a hajléktalanok száma. Nagyon nagy többsége szociális segélyből él, ez nagyon visszatükröződik azon, hogy egyre több ember szorul segítségre, nem csak az állam segítségére, hanem az ilyen intézmények segítségére is, mint itt a katolikus Caritas szolgáltat. Nagyon sok család kerül ezen oknál fogva a megélhetés határára, lakáselvesztés és egyéb gondok, amelyeket ez a munkanélküliség hoz ebben a régióban. Jelenleg olyan mindenek ellenére olyan 80 személyt tartunk szóval. Hát ez nagyon sok. Nagyon. Nagyon sok, és szomorú, hogy egyre többen nő. Mert mikor ide kerültem 3 évvel ezelőtt, volt 2, maximum 3 hölgy hajléktalan, akit regisztráltunk, akiről tudtunk, és már bizony ez a szám, ez már olyan 10-12 körül mozog. Itt ebben a központban működtetünk egy nappali központot, egy hajléktalan szállót, kis kapacitású családi jellegű 6 személyeset, csak férfiaknak sajnos, mert kapacitásilag nem tudunk nőknek is külön helységet biztosítani. A 80 regisztrált fedél nélkül maradottból már 10-nél is többen vannak a nők, ami a 30%-os munkanélküliséggel küzdő rozsnyói régióban egyre több hajléktalan termel. Szakemberek szerint az utcára került emberek elveszítik akaraterejüket, céljaikat. Segítség nélkül kikerülni ebből a helyzetből szinte lehetetlen. Szevasz testvér! Halleluja! 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 Volt, aki allelujával köszöntötte a pozsálót. Mások síréceket cipeltek a hátukon. A januári havas hétvégén közel 800 természetbarát indult az idei sorrendben 35. pozsálói újévi túrára. A kriványi téli túra után ez a legkedveltebb útszakasz a Kárpátokban. Hála Istennek, mi a Gulyapalaktól jöttünk, és az kényelmes út, de ez itt, ez a szakasz, ez egy kicsit olyan nehéz ki is. Ünnepek után nagyon esik egy ilyen kis túra, még a friss levegő mindenkinek el kell. Gondolom mindenki mai világban úgy ír, hogy bent ül, nincs nagy mozgás, úgyhogy ez mindenkinek gondolom jó jön. A rozsnyói Volovec turisztikai szakosztály rendkívüli autóbuszjáratokat indított a 30 kilométeres túraszakasz kiinduló pontjához. Csucsomból és a Gulyapallagról több mint 3 óráig tartott az erőltetett menet a pozsáló legmagasabb csúcsára. 1293 méter magasságból a Nagykőről ilyen kitás tárult 2013. január 5-én a túrázók elé. Vagyok itt 3-szor. Nagyon jól érzem magam. Sikerült az idő arra se súlya, hogy elképzeltem. Hány óráig tartott az út? Hát körülbelül 3 óra. Elég nehéz volt, mert ez elég hosszú túra, de ki lehetett bírni. Én a pozsálai Szent Kő, a Szenthegy csúcsának a Louis Vuittonjáról sokat hallottam. Első alkalommal sikerült ide eljutnom. Az ember azt hiszem az út alatt sok élményen megy keresztül. Kezdetben van az erdőnek az alagútszerű, csendes, halk hangja. Aztán ide felérve az északi szél szinte rázódul az emberre. Az erős szél ellenére a Nagykőről látható volt az egész Kárpát-medence. A Tátrahegy vonulatai, a Magúrák vagy a Mátrahegy csúcsai. A téli túrák kedvelői január 12-én újra túrázni indulhatnak. Az érchegységi téli túra a Dobsinai tetőről indul.